Mindenkit a Jobbik Magyarországért Mozgalom 8. rágalom infóján. És engedjék meg, hogy az elején egy ünnepélyes pillanattal nyissuk ezt a 8. rágalom infót, hiszen, mint tudják, a Jobbik Magyarországért Mozgalom decemberben kiosztotta az Arany Pinokkió díjakat azoknak az újságíróknak, azoknak a médiamunkásoknak és azoknak a portáloknak, akik a legtöbbet hazudták a Jobbikról 2018-ban, és az egyik ilyen megtisztelő címet egyébként a 2018-ban a Jobbikról legtöbb hazug cikket író fideszes újságíró címét akkor Gabai Dorka nyerte el, és most itt van a körünkben, engedjük meg, hogy átadjam neki személyesen is ezt a díjat. Parancsolj, és további jó munkát kívánunk a Jobbik lejáratásához. És akkor ez az ünnepélyes alkalommal meg is nyitottuk a 8. rágalom infót. Természetesen én nem kívánom húzni tovább az időt. Önökön a sor, kérdezzenek, és legjobb tudásom szerint megpróbálok válaszolni az önök által feltett kérdésekre. Parancsoljanak. Ha nincs kérdés, akkor további... Van, igen. Parancsoljon. Annyit kérünk csak mindenkitől, mert hogy megy a közvetítés is, hogy legyenek szívesek hangosan kérdezni, hogy hallják az érdeklődők a kérdéseket is, ne csak a választ, jó? Köszönöm szépen. Ugye, nem tudom, hogy ön látta ezeket a felületeket, vasárnap hozott nyilvánosságra a Hír Televízió és Neider Tamás elnök úr kapcsán, hogy hallott-e róluk. A kérdésem az van, hogy önnek mi a véleménye ezekről a felületekről, mi szerint szabad-e ilyen karlendítéssel viccelőzni, és Neider Tamás azt mondta, hogy csupán egy vicc volt, bogotkodás. Hát elmondtuk az elmúlt napokban többször. Én úgy gondolom, hogy én most megismétlem önöknek, hiszen több képviselőtársam is elmondta a sajtómunkatársainak ezzel kapcsolatban a véleményünket. Mi senki esküvőjét, lagziát nem kívánjuk kommentálni. Mi tiszteletben tartjuk a magánéletet, és ezt kérjük a fideszes médiától is. Úgy gondoljuk, hogy csak a gyáva diktatúrákra jellemző, ahogy a Fidesz, a különböző fideszes szatellit szervezetek, pártok és a lakálymédia emberek belső magánügyeit, szenzitív, intim, személyes adatait teregetik ki, amelyekhez illegálisan, spiszliskedve vagy pénzért jutnak hozzá. A Jobbik ezt a mocskos mentalitást szeretné felszámolni, és nem asszisztálunk reagálásunkkal az ilyen aljaságukhoz. Tehát ön szerint magánügy az, hogyha valaki egy ilyen karlendítést mutat be? Én úgy gondolom, és nem csak úgy gondolom, hogy szerintem egy normális világban ennek így is kellene működnie, hogyha mondjuk az ön esküvőjéről jön neki bármilyen kép, én azt sem, vagy felvétel, én azt sem kívánnám kommentálni. Az az ön magánügye. Nem is kívánok belemenni egyébként ennek a videónak az elemzésébe, hiszen hogyha belemennék, akkor ez az aljas játszmához asszisztálnék. Én annyit megjegyzek halkan, én egyáltalán nem érzem annyira egyértelműnek ezt a videót, mint ahogy önök a médiában ezt megpróbálják belesújkolni az emberek tudatába. Tehát még egyszer mondom, nem szeretnék mélyebben belemenni ebben a kérdésben. Ez egy magánügy, ráadásul egy olyan embert támadnak csupán azért, mert a férje a Jobbik elnöke, aki nem közszereplő. És mi tiszteletben tartjuk a családokat, és mi tiszteletben tartjuk azokat az embereket, akik nem közszereplőként esetleg képviselőket, vagy bárki mást segítenek. De mivel? Tehát még egyszer mondom, nem szeretnék belemenni ennek a videónak az elemzésébe. Nem tudom, hogy ön tényként állít valamit, én meg úgy gondolom, hogy ez nem történt meg, amit ön állít. Én azt mondja, hogy nem egyértelmű a mozdulat. Viszont amikor Neider Tamást kérdezték az ügyről, nem tagadta. Ő azt mondta, hogy ez csak egy vicc volt. De azt nem mondta, hogy nem erről van szó, mint amit az emberek látnak benne. Lehet, és Neider Tamás sem akart belemenni ennek a videónak az elemzésében, főleg úgy, de most már megint kezdünk belemenni, főleg úgy, hogy mondjuk Neider Tamás ezt a... hogy mi történt a feje fölött, amikor a nyakába ült a felesége, nem is láthatta egyszer. Ráadásul de tényleg belemegyünk akkor, egy réten, ahol senki nem volt, történt ez a felvétel, és még sorolhatnák egy csomó olyan dolgot, de még egyszer mondom, nem szeretnék belemenni ebbe mélyebben. Én úgy gondolom, hogy önök teljesen félre magyaráznak, és egy olyan felvételt magyaráznak félre, amihez én szerintem senkinek semmi köze. Az elnök
Nem vagyok az elnökség tagja, és nem hiszem, hogy az elnökségi ülésen különösebben ezzel foglalkoztunk volna. Egy olyan helyzetben, amikor ebben az országban, amikor föltette ezeket a kérdéseket, ebben az országban orvosok és ápolók mondanak fel, amikor Mészáros Lőrinc ez alatt az időszak alatt, amíg ön feltette a kérdéseit, a közpénzből több 10 millió forintot dobott el valószínűleg, amikor 78 ember fagyott meg eddig, az országban ez alatt a tél alatt, amíg mély szegénység van, amíg gyermekek éheznek, addig sokkal fontosabb kérdései is vannak, kérdések is vannak, amit a Jobbik elnökségének meg kell vitatnia egy-egy elnökség ülésen. Igen, azt mondta, hogy nem szeretné tovább elemezni ezt a kapcsolatban. Ezért feltétlenül volt egy másik férfi is, aki gyakorlatilag a homoszexuálisokkal, valami Petete Pákóval viccelődött. Gangsta Zoltánról, pont most láttam egy felvételt Gangsta Zoltánról, amint Fekete Pákorról viccelődik. Gangsta Zoltán nem volt ott egyébként az esküvőn. Ez a férfi egy kicsit durvább kifejezést használt ebben a felvételen. Én úgy gondolom, még egyszer mondom, hogy nem tisztel. Szerintem senkinek, mondjuk egy vőfénynek a dolgait, vagy egy esküvői vendégnek a mondatait mondjuk egy pártnak elemeznie. Tehát én nem hiszem, hogy esküvői videókkal kellene foglalkozni. Tessék? Ön ismeri ezt a férfit? Nem tudom, ki volt a felvételem. Ön tudja? Sajtóinformációk szerint a Jobbik sajtóosztályán dolgozik. Sajtóinformációk szerint? Jobbik sajtóosztályán. Hát akkor lehet, hogy ön többet tud erről a kérdésre, mint amennyit én tudok, de ugye nem gondolja azt, hogy egy nem közszereplő munkatársnak az adatairól adok bármilyen felvilágosítást önöknek. De akkor nem tudja. Tehát még ezt mondom, nem gondolja azt, hogy egy nem közszereplőről adatokat adok önöknek. Köszönöm. Megengedik csak azért, mert hogy a díjazottunk is jelentkezett, hogy akkor esetleg neki adjuk meg a lehetőséget hölgyként is. Parancsoljon! Még egy mondat erejéig ehhez kapcsolódóan. Volna Gábor volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy vállalhatatlan, és helyzet tanácsának bocsánatot kellene kérnie. Ön egyetért a volt pártelnökkel? Tiszteletben tartom Vona Gábor véleményét, ez Vona Gábor véleménye. Én úgy gondolom, nekünk meg az a véleményünk, hogy senkinek az esküvőjén, a keresztelőjén, a temetésén történteket nem fogjuk kommentálni. Ez pedig a Jobbiknak a véleménye. Kicsit ilyenkor fölmerül bennem azok az igazságok, amiket önök 2-3-4-5 hónappal ezelőtt ugye igazságként tálaltak az újságírók, újságíróként a közvélemény elé, hogy Vona Gábor irányítja a háttérből a Jobbikot. Most akkor ez hogy van? Kérdezem, hogy hogy van. Tehát azért kérdezem öntől, hogy hogy van, mert ön is ezt írta. Tehát önök is folyamatosan azt sugallták, és azt írták, hogy Vona Gábor a háttérből irányítja a Jobbikot. Most ebben az ügyben úgy néz ki, Vona Gábornak is más a véleménye, és a Jobbiknak is más a véleménye. Akkor most hogy van? Akkor nem Vona Gábor irányítja, mégis a Jobbikot hátulról? Még egyszer mondom, tiszteletben tartom Vona Gábor véleményét, elmondtam most mondtam, mert pont 2 perccel, nem, annyi sincs, 30 másodperccel ezelőtt, hogy én tiszteletben tartom az ő véleményét, a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak más a véleménye erről a kérdésről, nekünk az a véleményünk, hogy sem esküvőkről, sem keresztelőkről, sem temetésekről készült videókat nem kívánunk elemezni, sem különböző szülinapokon készült videókat nem kívánunk elemezni, és nem kívánunk ezzel foglalkozni. Ez sokkal fontosabb dolgok lennének ebben az országban, amivel foglalkozni kellene, és mi azokkal kívánunk foglalkozni. Jó. A Népszava pár hete arról cikkezett, hogy a Jobbik több mint 100 millió forintos tiltott támogatást fogadott el, legalábbis a állami számolási jelentés tervezetében ezt szerepel. Egyelőre nem tudom, hogy mi szerepel az állami számvevőszék jelentésében, hiszen az állami, megvannak arra a Jobbiknak a megfelelő testületei, szervezete és munkatársai, akik az állami számvevőszékkel tartják a kapcsolatot a különböző vizsgálatok alkalmával. Ők tisztában is vannak azzal, hogy az állami számvevőszék mit kifogásolt, mit nem kifogásolt az elmúlt vizsgálata során, és ilyen pillanatban én úgy tudom, hogy ott tart ez az ügy, a Jobbik meg fogja tenni az állami számvevőszék felé azokat az észrevételeit, amiket a vizsgálattal kapcsolatosan vannak, és majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Akkor ezt szerint még nem reagáltak a Vásznak a jelentéstervezetére?
de már reagáltunk az ÁSZ-nak a jelentés tervezetére, és majd várjuk meg, hogy ennek az ÁSZ mit fog erre válaszolni. Köszönöm. Nagyon szépen. Még, bocsánat, ne haragudj, csak azért, mert én látom, hogy egy hölgy is jelentkezik még önölt, és adjuk meg a hölgyeknek ezt az elsőbséget, jó? És akkor utána természetesen még van időnk, önnek is válaszolni fog. Parancsoljon. Köszönöm szépen, Németh Imó, én vagyok az M1 híradótól. Ugye itt a napokban volt egy másik ügy is Schneider Tamással kapcsolatban, még pedig, hogy ő megvert egy roma férfit, és ezért jogerős büntetést kapott. Ugye Schneider Tamás Andersen-i mesének nevezte ezt az ügyet. Melyik része volt? Minek nevezte? Andersen-i mesének. Igen. Hát meg kell kérdezni Schneider Tamástól, de én úgy gondolom, hogy Schneider Tamás talán arra gondolhatott, amikor Andersen mesének nevezte ezt az ügyet, amit önök is egyébként nagyon sok fideszes média lehozott, ahol egy botokkal egy mozgáskorlátozott ember megveréséről beszélt, ami hazugság. Gondolom ezt nevezte Andersen mesének. Ugye itt a Facebookon ő maga ismerte el, hogy tehát azt írta majdnem szó szerint, hogy közismert tény, hogy 8 napon belül gyógyuló ajakrepedést okozott egy férfinek, aki történetesen roma volt. Na most ő ezért 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Tehát, hogyha 8 napon belül gyógyuló ajakrepedést okozott csak, akkor kapott-e volna ilyen súlyos büntetést? Hát nem tudom, hogy mondjuk most esetleg bírósági ítéleteket kellene elemezni, de... Fölveszem, jó? Nem tudom, hogy bírósági ítéleteket kellene elemeznünk, de akkor visszatérek arra, amit önök állítottak folyamatosan. Önök folyamatosan azt állították, hogy egy mozgássérült embert botokkal és egyéb eszközökkel szinte félholtra vertek, és azért, és ez a legsúlyosabb hazugság ebben az egész ügyben, azért csinálták ezt, mert hogy ez az ember cigány származású volt. Na most akkor visszakérdezek öntől, hogyha ez valóban így történt volna, hogy önök leírták, akkor ön szerint 80 felfüggesztett börtönbüntetést kapott volna valaki abban az időszakban egy ilyen bűncselekményért? Nem. Tehát éppen ezért, mert nem ez az igazság. Az igazság az, hogy én úgy tudom legalábbis, és Schneider Tamásnak hiszek, aki ezt elmondta, hogy ez a konfliktus közte és az úriember között egyáltalán nem azért volt, mert ez az úriember nem a származása miatt volt ennek az úriembernek az összetűzés, hanem a bűnözői életmódja miatt, és valóban egy ilyen sérülést szenvedett el ez az ember. Hozzáteszem egyébként, hogyha utána néznek, biztos van erre bármilyen bizonyíték, hogy én igazat mondok most jelen pillanatban. Amikor a tárgyalása volt ennek az ügynek, akkor a sértettet, ezt az úriembert a börtönből bilincsbe hozták oda a tárgyalásra. Tehát minden valószínűség szerint, akkor Schneider Tamás mond igazat, hogy ez egy bűnöző életmódot folytató ember volt, akivel a konfliktus kialakult. De az, hogy ő egy bűnöző volt, azért szerint egy elfogadható magyarázat, tehát az önbíráskodás, az egy elfogadható gyakorlat Magyarországon. Hányszor kellene egy embernek mondjuk egy cselekedeti érbüntetést kapni ön szerint? Most jelen pillanatban egy 28 évvel ezelőtti ügyről, majd 30 évvel ezelőtti ügyről beszélgetünk, majd 30 évvel ezelőtt ezt az ügyet a Magyar Bíróság tárgyalta, és kiszabta a megfelelő büntetést, amit gondolt. Az akkor még egyébként függetlennek mondható bíróság, tehát nem napjainkban történt ez az eset, kiszabta ezt a ítéletet. Tehát ön szerint hányszor kellene, és egy 30 évvel ezelőtti ügyről beszélünk, vagy egy embert végigkísér folyamatosan a múltja, tehát ön úgy gondolja, hogy minden ember és minden embernek a fiatalkori dolgai azok ma is érvényesek egyébként? Nincs. Tetszik látni, már most jelen pillanatban ez a problémám nekem mindig a médiával, hogy a kérdésében már hazugságot állít. Bocsánatot kérek, nem. Tehát nézzen utána. Nem büntetett előélet. Az, hogy valaki felfüggesztett börtönbüntetést kap, és utána ez a börtönbüntetés utána elévül, mert nem csinál más bűncselekményt, az nem büntetett előélet. Tudja, mi a büntetett előélet? Mondom, mert vannak ilyen képviselők a mai országgyűlésben. Büntetett előéletű például Farkas Flórián. Farkas Flórián, aki börtönbüntetést töltött le hivatalosan börtönben, majd utána ez a Farkas Flórián, aki a 90-es, amikor erről beszélgettünk, erről az ügyről, akkor Farkas Flórián éppen köztársasági elnöki kegyelmet kapott egy másik
olyan bűncselekményért, amiben szintén börtönbe kellett volna vonulnia. Tehát amit ön mond a kérdésében, az már hazugság, nem büntetett előélet. Szintén a mai cikk szerint Újhely István pert nyert Schneider Tamással szemben, mert ugye Újhely István azt mondta korábban egy interjúban, hogy a Roy nevű skinheadnek nincsen keresnivalója a közéletben. Továbbra is azt gondolják, hogy akár ügyetlenként is például ennek ellenére össze lehet fogni, vagy együtt lehet működni, azon azt kivel akár még a baloldali pártokkal? Mi úgy gondoljuk, hogy a Fidesz fél. Ezáltal felhasználva a fideszes médiát, megpróbál mindent annak érdekében bevetni, hogy megbontsa azt a kialakuló együttműködést, ami a magyar állampolgárok és az ellenzéki pártok között kialakult az elmúlt időszakban. Hogy miért fél a Fidesz? Azért, mert ő is pontosan látja azokat a közönkutatási adatokat, amik azt mutatják, hogy a Fidesz népszerűsége csökken, a Jobbiké pedig erősödik. Azért fél a Fidesz, mert az elmúlt több mint fél évben az önök hatatos segítségével mindent megtett azért, hogy a Jobbikot szétverje. Önök már eddig 6-7-8-10 szakadást próbáltak meg vizionálni a Jobbikkal kapcsolatosan, és ugye a tények pedig nem ezt mutatják. A tények azt mutatják, hogy a Jobbik egyre erősödik, mind frakció szinten, mind alapszervezeti szinten, mind a választók megítélése szintjén, és ez aggodalommal tölti el a Fidesz. Mert pontosan tudja, hogy egyszer ez a NER rendszer, ez a diktatúrába hajló rendszer meg fog bukni, és akkor elindul az elszámoltatás, hiszen a Jobbik el fogja számoltatni azokat az embereket, akik bűnkövettek el ebben az országban, és amelyek Magyarország és a magyar nép kárára tevékenykedtek. Tehát akkor ezt nem cáfolja, hogy Újhely István pert nyert, és jogerős... Miért cáfolnék egy olyan dolgot? Miért cáfolnék, tehát ellentétben mondjuk önökkel, én a tényeket figyelembe veszem, miért cáfolnék egy olyan dolgot, ami tény? Ebben a perben, mivel Schneider Tamásnak közszereplőként több mindent el kell tűrnie, ezért ebben a perben, igen, ezt, amit ön állít, ezt kimondták. Csak tudja, az a probléma, és itt jön megint a probléma, hogy kinek hiszünk. Tehát most Schneider Tamásnak hiszünk mondjuk, vagy pedig annak, hogy ön például mit gondol mondjuk Schneider Tamásról. Mert a Schneider Tamásnak hiszünk, és én hajlamos vagyok egyébként az embereknek hinni folyamatosan, főleg úgy, hogyha mondjuk Schneider Tamás most 48 éves. A Jobbik elnöke most már 5 éve az országgyűlés alelnöke, a társadalom megbecsült tagja, és most ő mondhatja azt, hogy esetleg Schneider Tamás most tagadja azt, hogy skinhead lett volna bármikor. De vegye már elő, legyen szíves a 92-es magyar narancsot. És nézze meg mondjuk azt a cikket, ami Schneider Tamással készült a 92-es magyar narancsban, és kezdje el elolvasni, hogy mondjuk Schneider Tamás 21 évesen, valószínűleg nem gondolva azt, hogy ő valamikor is majd a Jobbik elnöke lesz, és mondjuk az országgyűlés alelnöke lesz 5 éven keresztül, mit vallott arról, hogy ő skinhead vagy nem skinhead. A kérdés az úgy szól, hogy én mindenképpen megkérdezem, skinhead vagy nem skinhead ön, és azt mondja Schneider Tamás, nem vagyok skinhead. Majd azt mondja Schneider Tamás, hogy elítélem a skinheadek magatartását, mert nem ez a megoldás. Én még azt sem mondom magamra, hogy nacionalista vagyok, csupán egészséges magyarság tudatra törekszem. Azt vallom, nem vagyunk se rosszabb, se jobb nép, mint bármelyik a környezetünkben. Mondta ezt 92-ben, 21 évesen Schneider Tamás. Akkor én Schneider Tamásnak hiszek, hogyha 21 évesen is azt állította, hogy nem skinhead, akkor én elhiszem Schneider Tamásnak, hogy nem skinhead. Ő megtartatja magának azt a véleményt, hogy ő meg nem hiszi el. Azért kiállt a sajtó elé, és tartott hetente legalább egy sajtótájékoztatót.
megengedi nekünk egyébként, csak kérdezem, tehát hogy megengedi-e ön, mint a közszolgálati televízió, aki közpénzből működik, és nem hív be mondjuk ellenzéki politikusokat soha a saját műsorába, megengedi ön nekünk, hogy úgy működtessük a Jobbikot, ahogy szeretnénk, hogy úgy tartsunk sajtótájékoztatót, ahogy szeretnénk, és úgy válaszoljunk a kérdésekre, ahogy mi szeretnénk, és esetleg megengedi-e azt a kérdést még én, hogy fölteszi-e Orbán Viktornak azt a kérdést, hogy az elmúlt 8 évben miért nem tartott sajtótájékoztatót. Egyetlen egy, minek hívják ezt a kormányinfót kivéve, ahonnan kizártak újságírókat, kizártak médiumokat, és nem mertek be olyan kérdéseket föltenni, amikre fontos lett volna a válasz, vagy megkérdezi Orbán Viktortól, hogy mondjuk miért nem vitatkozik, és vitatkozott az elmúlt, most már tényleg több mint 8 évben egyetlen egyszer sem volt hajlandó vitatkozni és kiállni vitára az ellenfeleivel kapcsolatosan. Ezek is fontos kérdések lennének. Schneider Tamás egyébként általában áll a média rendelkezésére. Az, hogy én tartom a rágalominfót, azt pedig én úgy gondolom, hogy ha megengedi, akkor mi ezt még meghatározzuk saját magunknak. Értem. Én például tegnap előtt kértem interjút Schneider Tamástól, választ sem kaptam. Csak így érdekelne, hogy miért nem tart Közbejelzik a sajtó munkatársak, hogy valószínűleg ön ismét nem mondta teljes mértékben igazat, hiszen nem kaptak semmilyen ilyesmi e-mailt. Ott jelzik, majd beszéljék meg utána egymás között. Jó, hogy kaptak-e vagy nem kaptak-e ilyen e-mailt. Tudja, vannak olyan sajtóorgánumok, akik csak a kormányinfóra szerettek volna bemenni, és nem Orbán Viktortól kértek magájellegű, vagy nem magájellegű, hanem konkrétan interjút, és oda sem engedték be. Mindenkinek lehetősége van, és mindenkinek lehetősége van ide bejönni ebbe a terembe, és válaszolunk is a kérdéseire. Írja meg még egyszer a sajtóirodának a kérdéseit, vagy azt, hogy szeretne egy interjút, és biztos vagyok benne, hogy elnök úr ahhoz mérten, hogy milyen elfoglaltságai vannak, hiszen a legnagyobb ellenzéki pártot vezeti ebben az országban, és nagyon-nagyon sok dolga van, és be is van táblázva elég erőteljesen az ő ideje és a mindennapjai. Biztos vagyok benne, hogyha úgy gondolja, hogy azok fontos kérdések lennének, amit ön feltenne neki, akkor majd válaszolni fog önnek. Akkor ezek szerint ő nem tartja ezeket olyan fontos kérdésnek, hogy válaszoljon. Mit nem tartunk fontos kérdésnek? Mit nem tartunk? Tehát ugyanaz kérdező, mint a kollégája, és akkor a kollégájának, amit válaszoltam, azt akkor önnek is válaszol. A kérdések szerepeltek abban a levélben, amit interjú kérelemként küldtem el Schneider Tamásnak. Igen. És? Ezek szerint, mivel nem válaszol... Hova tetszett küldeni ezt? Hova tetszett küldeni? Hát ez az önkövetkeztetése. Tehát önök azt csinálják, hogy valamit kitalálnak, és akkor utána azt már tényként próbálják meg közvetíteni. Ezek az ön következtetései, még egyszer mondom, küldje el a sajtó irodánk részére az ön igényét, és akkor majd biztos válaszolni fognak önnek. Megtörtént, nem kaptam választ, köszönöm. Még kérdés esetleg? Nincs? Köszönöm szépen, parancsoljon. Ja, jó. Mert megígértem csak azért, jó, az úrnak itt ön előtt, és akkor utána parancsoljon. Mennyire ítéli el, hogyha antiszemita mozdulatot, kijelentést hall, mennyire ítéli el ezeket? Hát én soha nem gondoltam, ugye soha nem szimpatizáltam olyan dolgokkal, amiket, de most nem tudom, mit kérdez, mert én ezen a felvételen én nem láttam olyat, ami igen? Lát egy, mondjuk egy náci karrendítést, valaki meggyaláz egy emlékművet, zsidókat bánt, cigányozik, ön ezt elítélje. Tehát most saját véleményemet kérdezi, mint Szilágyi Györgyét. Jó, azt lehetom önnek mondani. Mindig is ezt mondtam, vissza lehet nézni, mert volt egyszer-kétszer alkalmam ezzel kapcsolatban nyilatkozni. Én úgy gondolom, hogyha a világon egyetlen egy embert is a bőrszíne, a vallása, vagy bármi, olyan dolog, ártatlan emberekről beszélünk, atrocitás ér, akkor én az bűnnek tartom. Tehát, hogyha bárkit
látom, hogy nem hiszi, de higgyen már nekem, én mondom. De, ön, igen. Tehát bárkit, mondom, ezek miatt atrocitás ér, akkor én az bűnnek tartom. Soha nem szimpatizáltam egyébként azokkal az emberekkel, akik mondjuk a náci Németországot értették, hiszen mindig azt mondtam, fiatal koromban is egyébként, nem csak most, hogy egy kicsit ismeri kellene a történelmet, és meg kellene nézni, hogy mondjuk adott esetben a hitleri birodalom milyen szerepet szánt volna Magyarországnak, és olyan Magyarország az hol tartana jelen pillanatban. És én mindig is úgy gondoltam, hogy nekünk egy olyan szerepet szántak volna, amit magyarként soha nem is lehetne elviselni. És a harmadik ok, ami miatt így voltam, én úgy gondolom, hogy a magyar történelemben nagyon-nagyon sok olyan személyiség van, akire föl lehet nézni, akire büszkének lehetünk mi magyarok, és éltessük azokat az embereket, és ne más népek történelmi személyiségeit éltessük. Tehát például én nagyon méltatlannak tartom akár azt, hogy mennyire ismerik mondjuk a magyar fiatalok, vagy mennyire tanítjuk mondjuk Attilát, az Attila kultusz, mennyire ápoljuk, vagy nem ápoljuk, mennyire ápoljuk azokat a történelmi nagyjainak az emlékét, akik nagyon-nagyon sokat tettek ezért az országért, és akár az életüket is áldozták azért, hogy mi itt ma magyarul beszélgethessünk, akár milyen kontextusban, tehát még egy rágalom infón is, magyarul tehessük fel ezeket a kérdéseket, tehessék önök fel ezeket a kérdéseket, és én magyarul válaszolhassak ezekre a kérdésekre. Ezt az őseinknek köszönhetjük, azoknak a történelmi személyiségek, akik mondom nagyon sokszor az életüket is áldozták ezért az országért, és rájuk kellene nekünk büszkéknek lenni, mert mi magyarok vagyunk. Szintén az ügytől függetlenül kérdezem, és szintén az ön véleményét, hogy mennyire van helye a politikában, illetve a közéletben egy olyan embernek, aki mondjuk egy antiszemita megmozdulást tesz, vagy egy antiszemita beszólást, egy cigányozik, nácizik, zsidózik, ön szerint mennyire van helye? De most miről beszélünk konkrétan? A Schneider Tamás feleségéről kirobbant videótól. Én csak általánosságban kérdezem. Ha a közbeszéd, akkor hogyha a közbeszédről beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy a magyar közbeszéd az elmúlt 8 évben nagyon-nagyon rossz irányba ment a Fidesznek köszönhetően egyébként. Olyan gátak szakadtak át az elmúlt időszakban, amit én úgy gondoltam, hogy soha nem fognak átszakadni. Én úgy érzem, hogy a magyar közbeszéd az egy nagyon csúnya mélyponton van jelen pillanatban. És hogyha már az antiszemitizmust említette és egyebeket, akkor sajnos azt is ki kell mondanunk, hogy én úgy gondolom, hogy ma a Magyarországon, akit a leginkább lehet vádolni azzal, hogy antiszemita, azt úgy hívják, hogy Fidesz. Hiszen az a kormány, amelyik a gyűlölet pártjaként, és az a Fidesz, amelyik a gyűlölet pártjaként működik ebben az országban, amely szét tud szakítani családokat, és a gyűlölet magvait veti szét az országban, aki azt megengedheti magának, hogy csupán politikai érdekből mesterséges ellenségképeket gyártson, és ezeket a mesterséges ellenségképet, vagy ellenségképeket, ezeket folyamatosan óriás plakátokon jelenítse meg, és mindenért egy 90-es éveiben járó zsíró származású embert tegyen felelőssé, ezt én burkolt antiszemitizmusnak tartom, hiszen burkoltan ezzel a Fidesz Magyarországon minden rosszért azt sugallja az emberek felé, hogy a zsíróság a felelős. És ez nem így van. És én ezt felháborítónak tartom, és egyszerűen nem is értem egyébként, hogy különböző szervezetek és különböző emberek ezzel miért nem emelik fel a hangjukat. És itt most még mielőtt azt mondanák, hogy én most Soros Györgyöt védem, én nem védem Soros Györgyöt, Soros Györgynek a tevékenységét igenis meg lehet vizsgálni, hiszen Soros Györgynek vannak olyan cselekedetei, amely cselekedetek mondjuk nem Magyarország érdekeit szolgálhatják, vagy esetleg más ország érdekeit szolgálhatják. De azt, hogy minden egyes rossz ér, vagy bármi, ami ebben az országban történik, tehát mit tudom én, rossz a levegő, akkor Soros, vagy mit tudom én, van egy garambol, akkor Soros, ezt én felháborítónak tartom. Főleg úgy egyébként, hogy ugye George Birnbaum vallomása után tudjuk, hogy ezt mesterségesen ők találták ki Arthur Finkensteinnel közösen, és a Fidesz ezt tudatosan használja, tehát nem véletlenül, tudatosan próbálja meg az embereket félrevezetni ebben az országban, most már több mint 8 éve. Ezt hétfőn már elmondta nekem egy külön interjúban, de a kérdésemre nem válaszol. Tehát még egyszer föltenném, és egy rövid választ szeretnék kérni, rövid határozott választ.
de tulajdonképpen aki antiszemita botrányba keveredett, antiszemita kijelentést tett, mozdanatot, akármi, helye van a közéletben? Határozott választottam ennek erre a kérdésre, úgy érzem, hogy sőt, még egy kicsit jobban is kibontottam ennek a kérdésnek a lényegét, mint ahogy ön azt kérte, úgyhogy én úgy érzem, hogy határozott választottam ennek. Náci Németországnak a jelképét is megemlített, hogy ön azt személy szerint elítéri, de évekkel ezelőtt Kurcsán Gergely a Jobbik elnökségének körbe küldött egy e-mailt, amiben boldog új évet kívánt egy horog keresztet ábrázolva. Nem mellesleg ő volt az, aki a... Mit csinált, mert ezt nem értem. Körbe küldött egy e-mailt az elnökségnek, boldog új évet kívánva, hogy egy horog keresztet ábrázolva. Mutassa már meg ezt nekem, legyen szíves ezt az e-mailt, szeretném látni. Még nem láttam, azért vagyok kíváncsi rá. Ne, keressék ki, mert akkor tényekre tudok válaszolni. Jó. Megnézem, és akkor utána válaszolok erre a tényre, jó? Hogyha így van, tehát ráérünk. Személy szerint azt mondta, hogy ezt elítéli. Szintén Kulcsán Gergely volt az, aki a Dunaparti cipőkemlék bőve köpött, illetve hát ugye egyre több botrány kerül napvilágra. 2012-ben ugye Gyöngyösi Márton a parlamenti beszédében mondta, hogy listázni kellene a zsidó származású képviselőket, illetve Szába István nemrégiben ugye elismerte egy hangfelvételen, hogy leütött egy zsidó nőt. Ez mennyire fér vele egyébként a Jobbik jelenlegi megújult arculatában? Igen, hát ez is most úgy néz ki, hogy már többször, nem mondja, hogy többször válaszoltam erre a kérdésre. Pontosan emlékszem, talán a legutóbbi Rágalom Infón válaszoltam ezekre a kérdésére, pont önnek. Akkor is elmondtam, hogy ez, amit ön állít jelen pillanatban, ezek nagy részt mind csúsztatások. Hiszen, ugye megemlítette Gyöngyösi Mártonnak is a dolgait, több éves ügyeket hoznak ide, amely több éves ügyeket már többször átbeszéltünk. Ez ugyanígy vonatkozik egyébként Schneider Tamás ügyére is, hiszen 2010-ben is átbeszéltük ezeket a dolgokat, amikor Schneider Tamás bekerült az országgyűlésbe. Aztán 2014-ben is átbeszéltük ezeket a dolgokat, amikor Schneider Tamás ugye az országgyűlés alelnöke lett. Aztán, amikor Gyöngyösi Mártonnak ez a felszólalása volt, akkor is átbeszéltük ezeket a dolgokat, és elmondtuk ezeket. Csak amikor mi elmondunk valamit, akkor önök elengedik a fülük mellett. Tehát nem akarják meghallani azt, amit elmondunk. Tehát azért mondom önnek, mert pont ön volt az, akinek erre a kérdésére válaszoltam, és elmondtam, hogy ez egy erős csúsztatás és hazugság, amit a kérdésében állít jelen pillanatban is, de még egyszer fölteszi ugyanazt a kérdést. Gyöngyösi Márton azon az ominózus felszólalásán, és ezt elmondtuk akkor is, és elmondom akkor még egyszer önnek is, egy nagyon rossz kifejezést használt. Gyöngyösi Márton azért használta ezt a kifejezést, mert a felszólalásának a végébe már belecsöngettek, és nem ezt a kifejezést akart egyébként használni, nem konkrétan erről akart beszélni, hanem arról a problémáról, ami jelen pillanatban is én úgy gondolom, hogy egy normális országban beszédtéma lehetne. Nevezetesen arról, hogy a magyar országgyűlésben az országgyűlési képviselők között vannak-e kettős állampolgárok. Ezek a kettős állampolgárok pedig hogy szavaznak mondjuk egy olyan esetnél, ez azért fontos egyébként, ezt is elmondtam önnek akkor, mert ugye annyira nem demokratikus országokban, mint Magyarország, tehát mondjuk például az Amerikai Egyesült Államokban, ezt mindenki tudja. Hiszen nyilván tartják nem csak egyébként azt, hogy kettős állampolgár-e valaki, hanem azt is, hogy akár melyik felekezethez tartozik. Sőt, vannak olyan országok, ezt is elmondtam önnek akkor, hogy amikor egy-egy választás után a képviselők beülnek mondjuk az adott ország törvényhozásával és törvényalkotási helyeire, akkor nyilatkozniuk kell arról, hogy kettős állampolgárok-e. És amennyiben kettős állampolgárok, akkor csak akkor lehet képviselője az adott országnak, hogyha a nem az anyaországi állampolgárságáról lemond. Ezek én úgy gondolom, hogy fontos kérdések, hiszen hogyha egy
egy bármilyen törvényről dönteni kell, és mondjuk egy olyan törvényről, ami Magyarország is egy másik országnak az érdekeit veszi figyelembe, és aközött kell dönteni, akkor kérdés, hogy egy kettős állampolgár adott esetben melyik országnak az érdekeit veszi figyelembe mondjuk akkor, amikor ő dönt. Ezt szerintem erről lehet beszélni, és ez volt Gyöngyösi Mátonnak. És főleg azért háborít fel egyébként, amikor előjönnek évek múltán is sorra-sorra ezzel a kérdéssel, hiszen Gyöngyösi Mártonnál demokratább és normális a politikussal, én még nem nagyon találkoztam életembe. Tehát őtőle aztán olyan messze áll mindenféle antiszemita nézet, mint Makótól Jeruzsálem. És most visszatérve arra az e-mailre, amit önnek mutattam, ezek szerintem... Hát most én láttam egy e-mailt önnél, amit én azt mondom, hogy ezt az e-mailt akár még hamisítani is lehetne, de nem mondom azt, hogy egyébként hamisítani, de azt mondom, akár még hamisítani is lehetne, hogyha valóban volt ilyen e-mail, akkor én ezzel az e-maillel egyáltalán nem értek egyet, és nem gondolom azt, hogy ez normális lenne, hogy ilyen e-maileket küldögessünk, de még egyszer mondom, én azt mondom, hogy amit ott láttam, az akár egy hamisított e-mail is lehet. Hát önök próbálják meg folyamatosan ezt a bélyegzést a Jobbikkal kapcsolatban megjeleníteni, amikor, és itt jön az, tehát hogy amikor kétségbe esik mondjuk a Fidesz, akkor rögtön elkezdik ezeket a gumicsontokat bedobni a magyar köztudatba. Az újságíróikon keresztül folyamatosan azt próbálják a társadalomba súlykolni, hogy itt a Jobbik az bármilyen antiszemita, náci vagy bármilyen párt lenne, tehát előhúzzák kétséges, és ők már a régi ütőkártyájukat, ezt a nácizást, ezt a rasszistázást, és még egyszer mondom, teszik mindezt úgy, hogy közben egy mindenkit és mindent leigázó diktatúrát építenek ki ebben az országban, és minden rossz dologért nyíltan egy 90-es éveivel járó zsidó embert kiáltanak ki bűnbaknak. Sok minden nyilvánosságra fog kerülni egyébként, hiszen az európai parlamenti választások kampányában vagyunk, majd utána jönnek az önkormányzati választások, és tanulva egyébként a 2018-as országgyűlési választásokból, sok minden elő fog kerülni az elkövetkezendő időszakban, főleg olyan dolgok, amik nem igazak. Tehát önök, a fideszes sajtó folyamatos rágalmakkal fogja illetni a Jobbikot, folyamatosan kitalált dolgokkal fogja tömni az emberek fejét a Jobbikkal kapcsolatban, amik negatívak, és természetesen utána már senkit nem fog érdekelni, hogy a 2018-as országgyűlési kampány során megjelent cikkeik, hazugságaik és rágalmaik alapján ott tartunk, hogy már lassan 200 sajtópert nyertünk önökkel szemben. 200 esetben állapította meg a bíróság, hogy önök hazugságokat állítottak a Jobbikról, hogy hazugságokat terjesztettek a Jobbik képviselőiről. Tehát lassan már 200 esetben jogerős bírósági ítélet van arról, hogy önök hazudtak. De ez nem érdekli önöket, hiszen ezeket a pereket, amiket elvesztenek, utána közpénzből, valamennyiünk pénzéből kifizetik a büntetést, és ugyanúgy folytatják tovább azokat a hazugságokat és azt a hazugságszor, amit önök kitalálnak. Erre csak egy példát hagy mondjak önnek. Jogerősen Vona Gábor többször például pert nyert azzal kapcsolatban, hogy teriblek miket állított róla, azzal kapcsolatban, hogy az iszlámot éltetné. Ez mindez, hogy ez jogerős bíróságítéletek vannak erről, mindez a TV2-t például egyáltalán nem érdekelte pár nappal ezelőtt, amikor tényként ugyanúgy leközölte ugyanazokat a hamis állításokat, amikről a bíróság megállapított, hogy hazugság. Tehát itt tartunk ilyen pillanatban, és éppen ezért biztos vagyok abban, hogy még nagyon sok ilyen rágalom info leszünk itt, hiszen a Fidesznek az az érdeke, hogy a Jobbikot minél inkább megpróbálja démonizálni, és az emberek előtt úgy bemutatni, mint hogyha mi lennénk a rossz, pedig mi állunk a jó oldalon.
és ők állnak a rossz oldalon, tehát mi vagyunk a jó, és ők a rossz, de hát ehhez hozzászoktunk, és természetesen próbálunk ez ellen tenni, például ilyen rágalom infókkal is, és még egyszer mondom, hogy a miniszterelnök és a Fidesz azért fél ennyire, mert a Jobbik és az ellenzék erősödik. Tudja jól, hogy az elszámoltatás, az nem tudja elkerülni az elszámoltatást, és a diktatórikus rendszerének, látja ő is, sem közép, sem hosszú távon már nincs realitás és befellegzett. Tehát hiába erőködik ennyire a lakássajtóján keresztül, higgyék el nekünk, hogy eljön az az idő, amikor visszaállítjuk Magyarországon a jogállamiságot, visszaállítjuk a demokráciát, és visszaállítjuk a sajtószabadságot, ami egy nagyon fontos kérdésnek tartunk. Jó, mert még szeretnének, de én ráérek csak a kollégái türelmetlenek ön mögött. Tulajdonképpen ugye most ezen a rágalom infón is megemlítettük a 30 évvel ezelőtt történt egri esetes Neider Tamással. Az ön múltjában volt-e hasonló esemény? Volt-e önnek az elmúlt időszakban, az elmúlt években, sőt az életében eddig mondjuk a rendőrség ugye hasonló ügyek miatt keveredett a verekedésben? Nem voltak rendőrség, nem voltam büntetve soha, tehát nem voltam büntetve soha, nem tettem semmi olyat soha életemben, amit úgy gondolom, hogy most szégyellem kellene, és amit megbántam volna. Köszönöm, és még egy gyors kérdésem lenne, ez kicsit kapcsolódik, amit kifejtett Gyöngyösi Márton a véleményével a parlamentben. Ugye ez 2012. novemberében volt, majd 2012. december 2-án volt egy nagy tüntetés Budapesten, több ezer ember vonult a Kossuth térre, többek között ugye a Jobbik távozását kívánták a parlamentből, támogatta ugye ezeket az ellenzék is, felszólalt akkor a Fidesz frakcióvezetője Rogán Antal, Mesterházy Attila az akkori MSZP elnök is, és a Demokratikus Koalíció egy olyan javaslatot tett, hogy karanténba szeretnék zárni a Jobbikot, és ezt támogatta ugye az MSZP is. Most viszont ugye bekövetkezett a pártfordulat, mi szerint együtt fognak működni ezekkel a pártokkal. Ön szerint mennyire van ez a 2012-es esemény, ez a 2012-es kijelentés, amit a Demokratikus Koalíció tett, és az MSZP támogatta hatással mondjuk az Európa Parlamenti választásra, vagy az önkormányzati választásra? Fogalmam sincs, arra sincs fogalmam, hogy mi a kérdése. Egy 2012-es eseményt éppen fölevelentett, amit nagyon rutinosan kifelejtett egyébként a nevek felsorolásánál, hogy ez volt az az esemény, amikor egy színpadon állt egyébként, 2012-ről beszélünk, két évvel 2010 után, Rogán Antal és Gyurcsány Ferenc. Tudja, az a Gyurcsány Ferenc, akit a Fidesz nem számoltatott el. Az a Gyurcsány Ferenc, aki ott állhatott akkor ezen a színpadon. Én nem gondolom, hogy egyébként 6 évvel ezelőtti eseményeket kellene összekötni a 2019-es európai parlamenti választásokkal. Nem is értem, hogy mit szeretne kérdezni. Tehát azóta már más lett a Jobbik, teljesen megújult, vállalható lett a Jobbik, és össze tudnak fogni az ellenzéki pártokkal. Cserélhetnénk helyet is. Ugye, hogy mennyire tudja, hogy így van egyébként, hogy megváltozott a Jobbik, és egy teljesen más Jobbikkal állnak jelen pillanatban szemben. Ön is nagyon jól tudja, csak nem ezt próbálja meg sugallni, tehát azon, hogy cserélhetnénk egyet is, nagyon jól összefoglalta a válaszomat. Köszönöm. Mit szól ahhoz, még nagyon gyors kérdés. Én kérek öntől elnézést, de tényleg meg kell adni, mert a végén még a szót végig, mert végén még azt mondják, hogy belé folytattuk az újságírókból szót, hogy mi nem ezt csináljuk, ugye, tehát nem úgy működünk, mint mondjuk az MTVA, hogy felírja a törvényeket, és nem ad választ mondjuk az országgyűlési képviselőknek, amikor normális kérdéseket tesznek fel, de hát parancsoljon. Arra a kérdés, hogy Jobbikkal összefogunk-e, határozott igen a válaszom. Kunhalmi Ágnes ezt tegnap Győrben mondta. Mi erről a véleményem? Mi lenne a véleményem? Tehát önöknek még egyszer mondom, Orbán Viktornak és a fideszes médiának, a fideszes lakánymédiának az a legnagyobb félelme, hogy Magyarországon látszik, hogy a társadalom nagyobb része elégedetlen a magyar kormánnyal, elégedetlen a Fidesz tevékenységével, és az ellenzéki pártok pedig úgy gondolják, hogy őket azért ültették be a parlamentbe demokratikus választások alkalmával az állampolgárok, hogy az ő érdekeiket képviseljék. A Jobbik mindig is mondta,
hogy nekünk Magyarország és a magyar emberek érdeke a fontos. Éppen ezért, amikor azt látjuk az országban, hogy egy diktatórikus rendszer próbál meg kiépíteni a Fidesz, akkor azt látjuk az országban, hogy gond van a demokráciával, hogy a jogállamiságot teljes mértékben megpróbálják lerombolni. Amikor azt látjuk az országban, hogy egy olyan rossz irányba mennek a dolgok, ami már az embereknek sem tetszik, akkor nekünk kutya kötelességünk az emberek oldalára állni. Mi az emberek oldalára állunk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezt a diktatórikus rendszert, amit ma Magyarországon a NER rendszerének hívnak, ezt lebontsuk, megszüntessük, és egy demokratikus jogállamban éljünk tovább. Köszönöm. Parancsoljon, eljött az ide. Máfi Dániel, Magyar Hírlaptól. Három rövid kérdésem lesz. A Jobbik részéről sokszor elhangzott, hogy akik a Mi Hazánk mozgalomban léptek a pártból, azok árulók, illetve hogy a régi bajtársaikat elvettek. Mit gondol erről? Valóban árulókról van szó? Valóban árulókról van-e szó? Hát nézze, hogyha valaki egy közösséghez tartozik, ennek a közösségnek a jóvoltából mandátumhoz jut akár országgyűlésben, akár mondjuk önkormányzatokban, és amikor ő úgy gondolja, hogy ezt a közösséget elhagyja, és utána a mandátum tolvajként mondjuk magával viszi ezeket az emberektől kapott jogosítványokat, akkor az árulás fogalmát a Jobbik szempontjából egyszer szerintem bebiztosítja. De hogyha még ezen túlmegyünk, nem elég, hogy elviszi a mandátumát mondjuk ez az ember, hanem szöges ellentétben a pár hónappal ezelőtti gondolkodásmódjával, mondataival és hasonlókkal elkezdi a fideszes propagandát mondani és a Jobbikot szapulni folyamatosan abban a fideszes médiában egyébként, ahova addig őt nem hívták meg, akkor igen, úgy gondolom, hogy itt még akár a háttérben is történtek olyan megállapodások, amely megállapodások alapján ők a Fidesz szekerét tolják, és beálltak abba a NER-es rendszerbe, ahol nagyon szeretik egyébként az árulókat, csak hosszú távon nem tartják őket semmire. Létezik egy Facebook oldal, az a neve, hogy Mit Anyánk. Igen? És rendszeresen kifigurázza a Mi Hazánk mozgalom politikusait, illetve a mozgalmat. Van-e ennek az oldalnak a Jobbikhoz bármilyen köze? Én nem tudok róla, hogy ennek a Jobbiknak bármilyen köze ez az oldalhoz. Én úgy gondolom, hogy mások is nagyon jól látják azt, hogy milyen pálfordulást hajtottak végre egyes emberek. Mások is látják azt, hogy mondjuk hogy nyilatkozott pár hónappal ezelőtt volna egy János bizonyos kérdésekben, és hogy nyilatkozik most bizonyos kérdésekben. És úgy gondolom, hogy jogos felháborodásukban biztos valakik létrehoztak egy ilyen oldalt, ahol... Tehát a Jobbiknak nincs ráhatása ezekre? Én nem tudok arra, hogy a Jobbiknak lenne bármilyen ráhatása ezekre az oldalakra. Sőt, azt is lehet mondani, hogy biztos, hogy nem mi gyártjuk az összes mémet mondjuk, ami megjelenik a Facebookon. Köszönöm. Még egy kérdés. A Schneider Tamásról megjelent felvétel... ezt közelítenék egy kicsit más oldalról, illetve a Szávai Istváról megjelent hangfelvétel. Ezek olyan felvételek mindkettő, amelyik nyilvánvalóan egy belső környezetben készült. Mit gondol, a Jobbikból szivárogtat valaki? Hát nem a Jobbikból szivárogtat, hiszen ezt Schneider Tamás is elmondta már egyébként, és leírta, hogy ezeket a felvételeket például, pedig az ő esküvőjükről készült, ők még nem látták, hiszen az esküvői videó megvágott részeiben és megkapott részeiben ezek nem szerepeltek. Valakik ezt felhasználva ellopták és kijuttatták és odaadták valakiknek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon aljas dolog, és egy nagyon aljas módszer, amikor akár magánbeszélgetéseket, akár magánrendezvényeken történteket én felveszek, és utána ezeket pedig később megpróbálom azokkal szemben felhasználni, akik megtiszteltek engem azzal például, hogy beszélgettek velem. De azért kérdezem, mert ugye az egyik egy kongresszus volt, ami egy belső fórum, tehát Szávai Istvánnak a beszélgetése az merül hangzott el, illetve hát egy esküvő, ami nyilván a párton belül ismerősök, barátok vettek részt. Ki lehetett ön szerint, hogyha nem párthoz közel? Hát én nem szeretnék most a lágatásokba belemenni. Vannak sejtéseim, konkrét
emberekre is vannak sejtéseim, de ellentétben azzal, amit folyamatosan művelnek a Jobbikkal, hogy ilyen konteókra épülve próbálnak meg tényeket állítani, én nem kívánok tényként közölni olyan dolgokat, amikre azt mondom, hogy sejtéseim vannak. Ha lesznek bizonyítékaink arra valamikor, hogy kik voltak ezek az emberek, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni, mert természetesen ezek mind olyan dolgok, amiket én még ezt mondom, én egy nagyon aljas és egy maximálisan elítélendő dolognak tartok. Tehát én úgy gondolom, hogy egy családban, hiszen egy közösséget nyugodtan nevezhetünk egy tágabb családnak is, egy családban, hogyha mi beszélgetéseket folytatunk, akár politikáról, akár közéletről, akár kultúráról, vagy bármi másról, akkor az nagyon csúnya dolog, ha mondjuk vegyünk egy alapot, tehát önöknél egy családi vacsoránál leülnek mondjuk az asztalhoz 10, és abból a 10-ből egy valaki mondjuk fölveszi ezt a beszélgetést. Tehát milyen világban élünk? Tehát én úgy gondolom, hogy nincsenek takargatni valóim a magánbeszélgetések során sem, de engem nagyon felháborít az, hogyha valaki az én magánbeszélgetésemet felveszi, és akár csak azzal a céllal, hogy majd hát, ha mondok valami olyat, amit ő fel tud használni. Hát ezek a legaljasabb módszerek, amiket én úgy gondolom, hogy az 50-es években volt divat, és nem... Azt gondolom, hogy 2018-ban vagy 2019-ben kellene ezeket a... Beszélgetése is magánbeszélgetés, amit kongresszuson elhangzott? Melyik? Tehát az is egy magánbeszélgetésnek minősíti ezek szerint, ami a kongresszuson? A kongresszuson? Hát persze, mert nem a kongresszus hivatalos programjában volt, hanem a kongresszus előtt szünetében vagy után, tehát nem tudom pontosan, mikor és milyen környezetben, tehát hallatszik, hogy ott... egymással beszélgetnek, na most minden valószínűség szerint, aki ezeket a kérdéseket mondjuk feltette, és aki ráadásul, ami még érdekes, hogy úgy irányította ezt a beszélgetést igazából, hogy ott valamit meghalsz van, az biztos, hogy ismerte a beszélgető partnerét. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Még esetleg kérdés? Ha nincs, akkor további jó munkát kívánok önöknek, és meg egyszer, hogy keretbe zárjuk ezt a sajtótájékoztatót. Nagy örömömre szolgált, hogy az első díjat személyesen is átadhattuk, mert van még ugye díj, többen megkapták ezt az Arany Pinokkió díjat, hozzájuk is el fogjuk jutatni, vagy így személyesen, vagy pedig majd bármilyen más módon. További jó munkát kívánok önöknek, viszontlátásra!